kérdeztek, hogy hát én igazából nem értek semmihez se. Csak gyönyörű gyerekeket tudok csinálni, meg a világ legjobb, legizgalmasabb, legkommunikatívabb műalkotásai, bronz volt. És hát tényleg a Tamás megkeresett nagyon sok évvel ezelőtt, hogy szeretné megalapítani az Excalibur díjat. Ugye, ha tudjátok az Excalibur legendát, hogy egy kősziklába beleszúrtak egy kardot, és az volt a legenda, hogy azt fogja tudni csak kihúzni a sziklából, aki a méltó új vezetője lesz annak az országnak. Ugye most így jelképesen az az ember kapja meg, aki a egyedüli méltó vezetője annak a cégnek, szervezetnek, aminek ő vagyok a vezetője. A Excalibur díj, itt ez a kőszikla, onnan van a neve, hogy a Tamásnak az eredeti cégének, az Excalibur menedzsmentnek az eredeti címere van rajta, és aki kapja ezt a szobrot, ki lehet húzni belőle, és föl van vésve az Excalibur kartra a neve. Kérte a Tamás, hogy beszéljük egy kicsit, hogy miért más az értéke egy bronzszobornak. Ugye alapvetően sokan mondják azt, hogy egy olyan univerzumban élünk, ami mennyiségű univerzum. Itt ez már részben el is hangzott, hogy a bevételeid, a jó módod a mennyiségektől, a mennyiségektől, a mennyiségektől függ, és ezeknek a szorzata a gazdagságod, a jó módod. És ugye a bronz egyfelől olyan mennyiségeket képvisel, hogy képzeljétek el, ez az on-bronz ötvözet olyan, hogy szembe az összes többi fémmel, ólom, vas, stb. Alumínium, ez ha egy patina bevonja, akkor egy olyan védőréteg keletkezik rajta, hogy 100 000 év múlva is azok a bronzszobrok, amiket csinálok, ott lesznek. Amikor bennem megjelent fiatal koromban, hogy sorra jelentek meg a szobrok a fejembe, akkor az a gondolat is bennem volt, hogy csak olyan minőségű szobrokat szabad csinálnom, amiket ha 10 000 év múlva úgy visszaszületsz, vagy 50 000 év múlva, akkor is fog neked valami olyan üzenetet adni, amitől te erősebb leszel, vidámabb, életerősebb, teremtőbb, kedvű, stb. És teljesen ráállt a egész lényem arra, hogy a mennyiségek mellé a minőségeket is keressen. És akkor teljesen tiszta lett, hogy a testi dolgaink, a testi univerzumban a mennyiségek számítanak. Hogy mennyi szék van itt, mennyi emberül, mennyi fizetetben, mennyi pénzed van, mekkora autód, mekkora cicid, mekkora ceruzád, mekkora házad, stb. És az emberek között most ez a közmegegyezés a fogyasztói világtársadalomban. De rendkívül fontos, hogy ez a testi viszonyainkra vonatkozik. A lelkünk az teljesen viszont a minőségeknek a területe. A lelkünk a minőségnek a területe. Tehát a lelkünk a minőségi univerzumban van, amiben tartósság van, tartós emberi kapcsolatok, értékes tudás, szeretet, értékes művészet, és mindenféle olyan dolog, amit lelkileg érzel, hogy vonz téged, és ad neked valamit. És ugye itt tartottunk akkor, hogy a szobor mennyiségeket, hatalmas mennyiségű időt rögzít magába, és ha a művész, akinek van mondani való és ajánlata az embereknek a lelki minőségek területén, akkor az idők végtelenségig, mondjuk az emberi léptékkel mért végtelenségig kvalitásokat, szellemi üzeneteket is kommunikál egy jó szobor. Ugye megfigyeltem, hogy a mai előadásnak több kulcs szava volt. Például az, hogy virágozz és prosperálj. Ugye a virágozz és prosperálj
itt többen elmondták, hogy hogyan értelmezik. Ha belegondoltok, a virághoz, az egy ilyen költői kép, amiben kiki beleélheti magát, hogy ő neki mit jelent az, hogy virághoz. Prosperai viszont a latin prospere szóból származik, ami azt jelenti, hogy a saját szándékaid szerint haladni. Tehát a prosperai azt jelenti, hogy te valamit akarsz, és azt szerint haladsz. Tehát nem valaki másnak a terében és idejében vagy, és nem az ő reményei szerint haladtatja te életedet, hanem prosperálsz, a saját szándékaid szerint haladsz. Amit akarsz, azt a teret töltöd be, és amit akarsz, azzal töltöd ki az idődet. Csak ezt szerettem volna művészként, mert ugye itt elhangzott, hogy egy szónak az etimológiája gyakran filozófiailag pontja ki egy-egy fontos értékes szónak a valós jelentéstartalmát. Ugye nagyon fontos, hogy itt elhangzott a minőségek területén az, hogy olyan emberekkel legyünk kapcsolatban, akik figyelembe veszik azt, hogy mi hogyan akarunk prosperálni. Tehát figyelembe veszik és érdekli őket, hogy mi a mi saját szándékai. Most 63. éves vagyok, és nagyon kemény leckék során kellett megtanulnom, hogy csak olyan embereket engedjek a közelembe, mindegy az, hogy szülő, vagy házastárs, vagy bárki, akivel egyeztetjük egymással, hogy mik az álmaink, ágyaink, céljaink, és akkor vagyunk csak párok, hogyha az egyeztetett álmaink, vágyainkat és céljainkat nagyon lelkesen támogatjuk a másiknak a álmait, vágyait és céljait, hogy ő is prosperálhasson, én is prosperálhasson, és közösen is prosperálhasson. A minőségek itt vannak a Kassza Tamás képzéseken is. Az, hogy én nagyon sokat tanultam a Tamástól, az abban is megjelenik, hogy szemben a magyar művészek 999 ezrelékével, akik jellegzetesen, még a neves művészek jelentősei, jelentős rész és az én tapasztalásom szerint nyomorok, és a szülőknek a nyugdíjából él még 60 évesen is. Ezzel szemben, amiket én a Tamástól tanultam, elértem azt, hogy még mindig a saját teljesítőképességem nagyon töredék részén, messze a havi bevételei folyamatosan emelkednek milliókról milliókra a leadózott tiszta jövedelmem, mint művésznek. Tehát azért ennek a tudásnak a mennyiségi része, amit a Tamástól tanulhattam, az a milliókban mérhető, a minőségi része meg abban, hogy prosperálhatok, a saját akaratom és szándékaim szerint haladhatok. Én csak azt tudom nektek mondani, hogy szerezzétek meg magatoknak ti is ezt a tudást a Tamástól. Nincs is most egyelőre több elmondani való. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! A Grál Gregor Galéria bárki által látogatható, úgyhogy szünetbe keressétek meg Gregort, és menjetek ki hozzá nyugodtan. Jó, hát akkor itt van az idő, hogy átadjuk a díjat. Zeli Csabáról már mondtam nagyon-nagyon sok dolgot, úgyhogy egyszerűen csak tapsoljatok, légy szíves, amíg ki nem jön, és át nem adjuk a díjat, és megcsináljuk a fényképeket, és utána ő is kap egy 15 percet, jó? Úgyhogy Zeli Csaba 2019 Excalibur díjasa, az évi értékesítője. Gratulálok! És természetesen jár hozzá, eljött itt hárman ide, jár hozzá egy Greg Dark angolul a műveiről,
És hogyha itt megnézed, akkor itt bele van vésve, hogy Jenny Csaba. Ezt kinyomnád vécidétre meg. Lejárt az ideje a művészoknak, és tökéletesen tartott. Köszönjük szépen! Odaadom a lézerkardot. Közben azt meg ide lerakhatod, vagy akár oda is. Aki fiatal ember, akkor megint kiírta, hogy 4 perc a vissza. Technika varázsai. Ez ott. Jó, köszönöm szépen. Sziasztok! Emlékszem, amikor 2009-ben ültem valahol hátul egy kaszanapon, és átadták az első Excalibur díjat, Gertner Péter volt a nem szerencsés, hanem aki megdolgozott érte. És akkor nekem született egy álmom, hogy majd egyszer méltó leszek erre a díjra. Úgyhogy 2010-ben, amikor láttam a következő díjazottat, majd 11-ben, majd 12-ben, nagyon-nagyon örültem nekik, de mindig bennem volt az, hogy én mikor? Nekem ez a díj, ez jelképezi a minőséget, jelképezi az elismerést, a teljesítményt, és az, hogy győztem. Nem másokat legyőzve, hanem magamat legyőzve. Vallom, hogy nem másokkal versenyzünk, hanem igazából magunkkal versenyzünk. Hoztam néhány képet a Tamással közös pályafutásunkból. Az első kommunikációs tréningek egyikét 2007-ben Tamás az én csapatomnak tartotta. Ez egy évtervező Balaton-Almádiban, ahol a feleségemmel Szabinával élünk. Ez pedig egy lezárási tréning. Mindenkinek szüksége van egy mentorra. Nagyon szerencsés vagyok, ha a szerencse egyenlő azzal, hogy rohadt sokat tanultam és dolgoztam az eredményekért. Én nagyon szerencsés vagyok, hogy olyan barátom, olyan mentorom lehet, mint Tamás. Miért van szüksége mindenkinek egy jó vezetőre, egy jó mentorra? Arra kérlek, hogy emeld fel a kezed. Ez most egy gyakorlat, jó? Emeld fel a kezed. Nagyon jó. Most magasabbra. Magasabbra. Gyerünk még magasabbra. Wow. Oké, nagyon jók vagytok. Köszönöm szépen. Az első vagy az utolsó emelés volt a magasabb. Az ember kényelmes. Én legalábbis az vagyok. És mindig kell egy olyan példa, egy olyan motiváló közeg, vagy egy olyan vezető, aki egyre jobb és jobb teljesítményre sarkal minket. És ez a nap a megújulásról szól. Ebben jó vagyok. Úgyhogy elhoztam, hogy én hogyan újultam meg. 15 éves voltam, gimnázium elsős, amikor először találkoztam a network marketing iparággal, és eldöntöttem, hogy én majd ebbe egyszer sikeres leszek. Egész addig fogalmam nem volt, hogy mit kezdek majd magammal. És 6-szor voltam sikertelen ebbe az iparágba, mire a 7-ben legalább annyi pénzt elkezdtem keresni, hogy ki tudjam rúgni a főnökömet. Az a cég kivonult Magyarországra, a következő cégben a mai napig én tartom a leggyorsabb gyémánt rekordját Európában. Itt a cégnél pedig, ahol 2 éve dolgozom egy tudatos váltás után, az Inzinóban, 2 év alatt egy 8000 fős csapatot építettünk az aktív partnereimmel, vezetőtársaimmal, barátaimmal. És pontosan tudom, hogy milyen az az érzés, amikor az ember feladja, amikor ott ül a telefon fölött, és arra gondol, hogy rohadjon meg, én nem hívok fel soha többet senkit, és tudom, hogy mit kéne csinálnom, de egyszerűen nem tudom átnyomni magam a saját nehézségemet. És így folyik a könnyem,
és arra gondolok, hogy inkább elmegyek egy gyárba három műszakba. Ki az, akinek volt már ilyen mélypontja az üzleti karrierje során? Nagyon köszönöm. És ha van egy titok, az az, hogy mindig vissza tudtam rakni magamba azt a célt, hogy majd egyszer megcsinálom, hogy egyszer sikeres leszek. És kiszámoltam, hogy 2007-ben, amikor Tamással találkoztam, ahhoz képest a januári jövedelmünk az nem 20-szorosa volt Szabinával, hanem 50-szerese. Úgyhogy ez működik. Ahogy megújultam, az első és legfontosabb pont az volt, hogy újra és újra visszaraktam magamnak a célt. Aki azt mondja, hogy nem nehéz sikeressé válni, szerintem hazudik. Nekem kegyetlen nehéz volt. Úgyhogy ha az ember azt érzi, hogy bizony ez melós, bizony ez hajtós és nehéz, szerintem teljesen normális. De tudtam, hogy nekem, Zseli Csabának, egy falusi gyereknek, aki minimál bérért dolgozott, egy fénymásoló szalomba és főiskoláról is kirúgták, nekem nincs más esélyem, nincs más lehetőségem, csak az, hogy megtanulok profi network marketing üzletet építeni, megtanulom megfelelő céget, és azzal robbantok. Mert tudtam, hogy valamiről le kell mondjak. Vagy az álmaimról mondok le, és arról, hogy majd egyszer szabad leszek, vagy arról mondok le, hogy lemondhatok az álmaimról. És nincsen rosszabb számomra egy középszerű életnél. Sose értettem az öngyilkosokat, mert ha már úgy döntött, hogy kinyírja magát, figyelj, onnantól nem veszíthet. Tehát minek csinálja meg, onnantól csak nyerhet az életben, nem? Mert ugyanígy voltam én. Hogy nem tudtam, hogy mikor, de azt tudtam, hogy meg lesz. Az első milliómat azt úgy kerestem meg, hogy 2015 áprilisában elértem egy nagyon komoly személyiségfejlesztő célt. Akkor körülbelül ilyen 5-600 000 forintot kerestem, eldöntöttem, hogy na most már itt az idő, gyerünk, megvan, képes vagyok, be tudom fogadni, meg tudom csinálni havi egy bulikat. És figyelj, augusztusban elkezdtem írni, minden reggel tiszen, havi egy milliót keresek. 3 hónap múlva, mert én néztem magam sík hülyének, amikor egy fillért nem jött a jövedelmem, de minden reggel ezt írtam. Januárban, tehát behúztam egy bizniszt, novemberben elkezdtem egy párhuzamos üzletet, egy más területen, januárban 1,2, februárban 1,7. És tudom, hogy én hogy hoztam azt a dolgot létre. Tehát folyamatosan újraélesztettem a célt. Megfelelő képzéseken vettem részt folyamatosan. Tamásnak viccesen szoktam mondani, mivel eddig kétszer hiányoztam kaszanapról, egyszer Kopenhágában voltam tanulni, egyszer pedig a Floridában voltam tanulni, hogy mondom, Tomi, többször voltam kaszanapon, mint te. Az a technológia, amit Tamástól tanultunk, az lehetővé tette például, hogy kidolgozunk egy olyan beszélgetés technikát, tárgyalás technikát, ami egyszerű, mint a faék, online is tudjuk alkalmazni, és nagyon komoly eredményeket hoz. Az, hogy elvégeztem a vezetői kommunikációs tréninget, és Jedi lettem, az rengeteget segített abban, hogy egy tárgyaláson valóban jelen legyek, és tényleg ott legyek, és tudjak hatni a másik emberre. És az első évben itt az Inzinóban a világ legjobb toborzója lettem, legtöbb embert én hoztam be az egész világon, a második évben is a top 10-ben voltam, nyilván itt már vezetői feladatok voltak. Nagyon nagyban köszönhető a lezárási technológiának és a vezetői kommunikációs tréningnek. És támogató emberekkel vettem magam körül. Őszinte leszek, nem értem azokat, akik azt mondják, hogy negatív emberek vannak körülöttük. Körülöttem nincsenek negatív emberek. Olyan szinten esélye nincs bekerülni az életembe egy negatív embernek, én úgy dobom el a negatívot, mint az izzó patkót. Senkinek nem hagyom, hogy rongálja az életemet, az attitűdömet vagy az elmémet.
senkinek nincs hozzá joga. Ezt... ezt meg kellett tanulnom, ez rengeteg baráti kapcsolatba került, de ez ilyen. Ugye az árat meg kell fizetni, ez része a játéknak, része az árnak. És hoztam három olyan tippet, amit megnéztem, hogy minek köszönhető ez a siker. Nyilván amellett, hogy megfelelő házastársat választottam 18 éve. Oké? Szabinára nagyon hálás vagyok, hogy a nehéz időkben is kitartott. És amikor 16 évesen egy Network 21-es kazettán hallottam arról, hogy valaki királynőt akar csinálni a feleségéből, én akkor eldöntöttem, ha majd egyszer lesz egy lány, lesz egy tündér, aki nekem bizalmat szavaz, nekem királynőt kell csinálnom belőle. Na szóval mi a három sikertipp? Tudni kell váltani. Ha egy ló döglött, le kell szállni róla. Hét évet adtam egy üzletnek, és egy váltás után mindent bekockáztatva, mindent eldobva és nulláról kezdve, több százezer forint passzív, évek óta full passzív jövedelemről lemondva, nulláról beleálltam egy új üzletbe. Mindenem így volt görcsbe. De körülbelül 15-szörös eredménye van két év alatt, mint amit korábban 7 év alatt elértem. És nem azért, mert az elmúlt két évben lettem, fú, de milyen jó. Előtte is már jó voltam egy ideje. De a siker az olyan, mint egy ilyen, mint régen a biciklilapot. Emlékszel, az a tekergetni kell, hogy a számoknál legyen, és megvan a szám kombináció. És ha csak egyetlen egy olyan kis rasnyis cucc nem stimmel, hiába van meg az összes többi. Nem tudjuk kinyitni a lakatot. Szóval meg kell nézned, hogy mindent beleteszel, mindent jól csinálsz, és tolod, mint állat, és ha így se sikerül, akkor lehet, hogy nagyon jó helyen csinálod. De ha jó helyen vagy, akkor meg, mint az állat. Fejlesz magad folyamatosan. Imádok olvasni. Van egy könyv, ami az életemben, a életemre a legnagyobb hatással volt. Ezt a könyvet úgy hívják, hogy Dianetika, a szellemi egészség modern tudománya. Annyiszor éreztem azt, hogy miért ilyen vagyok, miért így csinálom, mi a baj velem, honnan jön ez a sok ökörség, honnan jön ez a sok barom gondolat, ez a hülye cselekedet. Mi a fene baj van velem? Miért akarok jót és csinálok rosszat? Ez egy tudományos könyv az elméről. Van hozzá egy gyönyörű DVD, ott hátul meg lehet vásárolni, hogyha valaki akarja. Ha nem olvasom ezt a könyvet, és ha Szabina nem olvassa ezt a könyvet, nem lett volna esélyem. Tényleg. Azért, mert annyi szemetet hozunk a múltból, annyi szemetet hozunk, annyi dolog fog minket vissza, és nagyon nehéz magunkat legyőzni. Az ebben a könyvben leírt technológia abba segít, hogy eltűnjenek azok a gátak, amik miatt visszafogjuk magunkat. Tréningek, szemináriumok. Mindig többet költöttem ezekre, mint amennyire indokolt lett volna, vagy a legtöbbek szerint ez épeszű lett volna. De tudtam, hogy én vagyok a legjobb befektetésem. Májusban elrepülünk Amerikába egy hónap a Szabinával, és egy olyan összeget fektetünk magunkba, ami tudom, hogy nagyon-nagyon gyorsan megtérül, de van, akinek évek munkája. Egyébként Tamás, a jutalék, amit a decemberi képzésem után kaptál, az sokkal több volt, mint egy havi átlagjövedelem, csak szeretném mondani, és nagyon-nagyon örülök, mert nekem kell egy példakép, mint ahogy neked is kell egy példakép. És Tamás, mint egy ilyen izzó fákja a sötétben, nekem ez, mutatja az utat, hogy merre menjek. Szóval folyamatosan fejlesz magad. És... és az utolsó, hogy dolgozz, mint egy megszállott. Van, aki... ma beszélgettem egy barátommal, és azt mondja, hogy
figyelj, én nem akarok sokat dolgozni. Én azt akarom, hogy nélkülem menjen az üzlet. Ti sokat dolgoztok? Nem dolgozunk sokat, csak heti 7 nap reggeltől estig, mint egy állat. Ez nagyon sok munka. De annyit keresünk, mint egy hónapban, mint a legtöbben egy 4 év alatt, 5 év alatt, nem számoltam pontosan. Ez sok munka. És kit érdekel? Hogyha megtalálod, én leírtam a küldetésem. Van egy Facebook csoportunk, szabadságépítők. Cég független, olyan embereknek, akik szabadságot akarnak adni másoknak. Networkereknek, akik nézik ezt az iparágat. Én egy szabadságmentor vagyok. 3 területen akarok szabadságot adni mindenkinek. Az egészség szabadságát, a pénz szabadságát és az időszabadságát. Ugyanis ha ez a 3 megvan, akkor lehet foglalkozni a magasabb rendű célokkal. A magasabb rendű dolgokkal. Imádom a szabadságot. Gyönyörű szó. És ezt nem lehet kevés munkával. Ha bejelölsz Facebookon, akkor csak annyit írjál nekem létszik üzenetbe, hogy kasza, és akkor tudom, hogy honnan ismerik egymást. Hogyha szeretnéd, akkor átküldöm a küldetés nyilatkozatomat. Hogy én amikor elkezdtem ezt a bizniszt 2 éve, azt mondtam, hogy új alapokra helyezem az üzletemet. És kell, hogy legyen egy belső küldetésem, mert nem tudok pénzért dolgozni. Nem egy zsoldos vagyok. És amióta megtaláltam, azóta én korábban töredékpénznél hanyadőltem, mert megjöttünk. És most meg nem számít a pénz, nincs jelentősége. Van elég, miért dolgozunk? Mások sikeréért. És hogyha az embernek megvan a küldetése, akkor tud olyan selfit készíteni, mint amit Szabina december 31-én este 11 órakor, laptop, regisztrációk, hónapzárás, december 31. Amikor az ember megszállottá válik, mert imádja, amit csinál, nem hiszem, hogy Gregor nagyon arra gondol, hogy hú, mennyit kell dolgoznom a műhelyemben. Nem, teremt, alkot, kreál, és aki jó a bizniszében, ők így csinálják. Ez a 3 sikertipp, ami nekem nagyon sokat segített. Hihetetlen hálás vagyok, hogy évek óta együtt tanulunk, együtt fejlődünk. És nagyon-nagyon köszönöm, Tamás, ezt az elismerést. Hatalmas dolgot jelent ez nekem. Nagyon köszönöm.